A bulekokkal és a felsőbb évesekkel együtt összesen 120 résztvevője van a tábornak. Az újdonsült hallgatóknak ez az első közös programjuk. Édesapukám után jelentkeztem, mert ő is ide járt, és nagyon jókat mesélt róla. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez a legjobb választás. A Georgikon méltóságai is aktív résztvevők. A Primus Magister, a Főpraxi, a Főkortes és a legdicsőbb bulek is zsűrizi a csapatokat. A Fröcskancák, a Bírlak és a Föltúrók csapata verseng az idei bulek táborban. A diáknapokon nyertünk meg ezt a titulust, igazából minden rendezvényen ott vagyunk, és akkor csináljuk a hangulatot, ahogy csak tudjuk. A program célja, hogy az első éveseket elindítsák az egyetemi élet ösvényén. A 4 nap során összekovácsolják az újdonsült gazdászokat. Közös főzés, kiscsoportos foglalkozások, túra és esti mulatság is szerepelt a programok közt. Az esemény zárásaként lehetnek a Georgikon teljes jogú tagjai a bulekok. A holnapi napon a bulekoknak egy személyre szabott próbát, bulek vizsgát kell tenniük. Ezután a bulek bálon megkaphatják a bulek diplomájukat. A szórakoztató programok mellett tájékoztatókon is részt vesznek a hallgatók, de bulek tanárok is kalauzolják őket. A kampusz mellett a várost is megismerik. A bulek táborban első kézből kapják meg az első évesek azokat az információkat, melyekkel könnyen boldogulnak a kampuszon. Én azt gondolom, hogy ez azért jó az első éves hallgatók számára, hiszen itt koncentráltan minden olyan kérdésükre választ kaphatnak, aminek segítségével sokkal könnyebben indulnak el itt az egyetemnek az útvesztőiben, tehát már az első héten már rutinosan tudják azt, hogy melyik terembe kell menni, kik az oktatók, kihez kell fordulni, hogyha problémájuk van. Tehát azt gondolom, hogy így az információ, illetve tájékozódáson a legfontosabb szerepet játszik itt a néhány. A bulekok még olyan hagyományoknak lehetnek részesei a Georgikonon, mint a gazdászmaraton vagy a sárgulás. A felsőbb évesek bíznak abban, hogy az első évesek később nem csak résztvevői, hanem szervezői is lesznek az itteni programoknak.